Sziasztok! A mai videóban beszélgessünk egy kicsit a kávéról. De még mielőtt jobban belevennénk... Így már mindjárt jobb. Pontosabban nem is a kávéról szeretnék beszélgetni a mai nap, hanem inkább egy kávészolgáltatásról, ami nem más, mint amit itt láthattok is, a Coffee Inbox. Amikor először találkoztam ezzel a szolgáltatással, már maga a név is megtetszett, szerintem egy tök jó szójáték, kicsit magyaros, kicsit külföldi, de hogy miről is van itt szó? Ezek a dobozok havi előfizetéses rendszerben működnek, akár csak a Netflix, csak itt sokkal finomabb végeredményt kapunk. Ha valaki esetleg óckodik az előfizetéses rendszertől, van lehetőség kóstoló dobozt is rendelni, és akkor így nem kötelezi el magát az ember előre. Minden hónapban érkezik egy doboz, és hogy mi kerül a dobozba, az igazából titok marad egészen addig, amíg ki nem nyitjuk, csak azt választhatjuk meg, hogy filter vagy espresszó pörkölés szeretnénk, hogy szemes vagy őrölt változatban, és hogy hány csomag kávé kerüljön bele. De azt, hogy éppen melyik országból, melyik pörkölő keze munkája lesz a végeredmény, azt csak akkor tudjuk meg, amikor kibontjuk. És úgy tudom, hogy a srácok dolgoznak azon is, hogy legyen kapszulás doboz is, és talán már rendelhető is. Hogy őszinte legyek, először óckodtam egy kicsit ettől a zsákba macskás rendszertől, picit féltem, hogy mi fog érkezni a dobozban, jobban szeretem én, hogyha tudom, mit vásárolok, viszont aztán kezdtem ráérezni erre a titkolózásra, és mindig izgatottan várom, amikor megérkezik a box, hogy ebbe a hónapban mit fogok inni. Pár hónappal és pár boxsal a hátam mögött, tudom, hogy megbízhatok a srácokban, mindig nagyon finom kávékat rejt a doboz, talán egy hónap volt, amikor egy picit nem voltam megelégedve a pörkölővel, de akkor is finom volt a kávé. Még mielőtt jobban belemegyünk itt a személyes véleményembe és az észrevételeimbe, azt meg kell említenem, hogy nekem van egy együttműködésem a srácokkal, ezeket a dobozokat úgymond ingyen kapom, cserébe én tartalmakat gyártok nekik, videókat, fotókat, amiket talán már láthattatok is az Instámon. Ez az egész együttműködésünk még tavasszal kezdődött, én kerestem meg őket, mert nagyon tetszett a koncepció, és pár e-mailváltás után már kezemben is tartottam az első dobozt. Ezektől teljesen függetlenül a most elhangzó véleményem, teljes mértékben a saját véleményem, és nem kérték a srácok, hogy mondjak bármi extrát, vagy túl dicsérjem őket. Miért is tetszett meg az alapkoncepció, amit ők képviselnek? Azért, mert azt látom, hogy ők a hétköznapi kávéfogyasztót próbálják megszólítani. A hétköznapi ember kávéfogyasztását és a kávéhoz való hozzáállását szeretnék megreformálni. Nem azt szeretnék, hogy Béla, aki reggelente a kis kotyogósával lefőzi a feketéjét, és két cukor kis tejjel elfogyasztja, egyik napról a másikra áttérjen valamilyen fancy filter kávéra, és keresgélje benne a túlérett ananász, a kamilla és a jázmin virág ízjegyeit. Az első dobozomban például találtam egy kis oktatókártyát, ami abban segíti a kezdő koffeinfüggő szárnyát bontogató embert, hogy még jobban tudja elkészíteni otthon a kávéját. És nem kell nagy dolgokra gondolni, például az egyik ilyen tanács az volt, hogy mennyire fontos odafigyelni a megfelelő vízre, hiszen a kávénk több mint 95%-a víz. Idénre az volt a célkitűzésem, hogy minél több magyar kávépörkülővel és a munkásságával ismerkedjek meg, bár még nincs év vége, köszönhetően a Coffee Inboxoknak nagyon sok új pörkülőt ismertem meg, és menet közben voltak olyanok is, bár akikről még nem is hallottam eddig, de aztán lettek közben kedvencek is. Volt olyan hónap, hogy olyan pörkölőtől érkezett kávé, akiről még soha nem hallottam, így menet közben nagyon sok új pörkölőt ismerhettem meg, és születtek új kedvenceim is. Amit én mindenképpen pozitívumként mondanék, az a doboz. Tetszik, hogy a doboz több funkciós, hiszen megtalálunk rajta minden információt a szolgáltatásról, elérhetőségeket, a social media linkeket, de ugyanakkor biztonságban tartja a kávét, és biztosan sértetlenül megérkezik hozzánk. Egy másik pozitívum, hogy még igazából az elmúlt bő fél év alatt sose volt gond a szállítással, sőt, amikor az egyik csomagpontra nem tudták szállítani a boxomat, akkor már előre írtak, és megkérdezték, hogy melyik legyen az új csomagpont, szóval a srácok nagyon profik e tekintetben,
Úgyhogy ez is egy pluszpont számukra. Talán amit negatívunként tudok felhozni ebben az előfizetéses rendszerben, hogy előfordulhatnak olyan hónapok, amikor a kapott kávé éppen nem megfelel az ízlésünknek, ez sajnos benne van a pakliban. Mivel még ez egy abszolút új szolgáltatás, szerintem a srácok nagyon jó úton haladnak, tök sok fejlődési lehetőség van ebben a szolgáltatásban, én nagyon jó potenciált látok benne, szerintem a magyar piac tökre vevő lenne erre, hogy még többen megismerjék, még többen fogyasszák ezt. A külföldi mintákat követve talán lehet, hogy idővel be tudnak majd vezetni olyan dolgokat, hogy például egyéni ízprofilok alapján tudjunk választani, vagy lehessen pörkölőtől választani. Ami egy kicsit hiányzik nekem, az a több tartalom. Szerintem az Instán, Facebookon, ha kicsit aktívabbak lennének a srácok, akkor tök jó közösséget lehetne építeni, és ez biztos, hogy a márka javára válna. Szintén erre is van külföldön példa. Van például egy Facebook csoportjuk is, oda is be lehet lépni, meg lehet osztani akár recepteket, észrevételeket, viszont még ez is picit gyerekcipőbe jár, de biztos vagyok benne, hogy idővel ez is felpörög majd. Akár lehetnének élő kóstolások, dobozbontás, közös kávéfőzések, akár Zoomon, vagy Facebook csoport live-ban. Nagyjából ezek lettek volna a gondolataim és az első benyomásaim, így a Coffein Boxról, bő fél éves kávézgatások után. Természetesen minden linket megtaláltok majd a leírásban, a Coffein Box honlapját, az Instagramját is, és az én Instagramomat is. Nézzétek meg, próbáljátok ki, és írjátok meg kommentben, hogyha már próbáltátok, vagy esetleg azt is, hogy mi az, ami visszatart titeket, hogy kipróbáljátok egy ilyen szolgáltatást, hát ha ezzel is tudunk segíteni a srácoknak. Köszi, hogy megnézted a videót, ha tetszett, akkor dob rá egy lájkot, és ha nem szeretnél lemaradni a további tartalomról, akkor nyomj egy feliratkozást.